Szervusztok, kedves hallgatók, ez a podcast a 101-es szobából következő adása. Itt vagyunk most megint az Átlátszó stúdiójában, és vendégünk van, ahogy láthatjátok a címében, Pogácsi Zoltán közgazdász. Köszönhetjük itt velünk az asztalnál. Sziasztok, és köszönöm nektek. És az asztalnál ül először is Zsuzsa. Hello. Így kell, hát ott Digi, így kell mutatni, nem a végén a nőket. Elrotottam a múlt karát. Digi, most a szülői teendőitől el tudod szabadulni, és itt van velünk Digi. Sziasztok. Zoli. Sziasztok. Engem pedig Áronnak hívnak. Az apropót az adja ennek az adásnak, hogy én elég sok podcastot végighallgattam veled az utóbbi időben, és ha jól sejtem, azért hívtak, vagy azért adtak kézről kézre téged, mert új könyved jelent meg, amiben az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásról írsz. Én legalábbis ezt így gondolom, és nem gondolom magamat sötét zöldnek ettől függetlenül, hogy én ezt így apostrofálom. Zárójel, hogy több adást szenteltünk már, én még évek kezdett is az IPCC különféle jelentéseinek, meg elég sokat beszéltünk arról, hogy mi fenntartható, mi nem, a klímaválságból mi következik, és általában ilyen úgy szoktunk eljönni, főleg a Zsuzsa szokta így eljönni ezekből az adásokból, hogy jó, hát akkor hazamegy és fölvágja az erejét, tehát hogy így kb. Ezek. És amikor a te podcastodat, vagy a veled készült podcastokat hallgattam, akkor az volt a kérdésem, hogy jó, mindent értek, és szerintem a hallgatóink is egy csomó mindent értenek, de majd végig szaladunk ezen, de hogy mi következik ebből, és akkor milyen világot kéne építenünk a következő 1-2 évtizedben, mi lehet a megoldás? Mert ugye honnan indulunk? Onnan indulunk, hogy idén most már ezt éreztük az elmúlt fél évben. Hát nem tudom, 6 hónapból, 5 hónapban másfél foknál több lett a globális átlaghőmérséklet növekedése, vagy növelése. Tehát, hogy az, ami ki volt tűzve, azon túl vagyunk. Az, hogy az az illúzió, hogy a klímaváltozást meg lehet állítani, ezen túl vagyunk. Hogy a növekedés önmagában CO2-t generál. Azt így értjük. És az, hogyha jólétet akarunk növelni, az nem úgy kéne növelni, hogy a GDP-t növeljük, mert a GDP növelése automatikusan széndioxid kibocsátás növekedéssel fog járni. Hogy ez a klímaváltozás iszonyan érinteni fog minket, hiszen ha más nem, a népvándorlás el fog indulni, de itt erőforrások fognak hiányozni. Sőt, a körkörös gazdaság elmélete jól hangzik, de a gyakorlatban nincs meg, mert nincs meg hozzá technológia. Az, amikor nagyon sokan arról beszélnek, hogy majd a technológia, okos mérnökök majd megoldják itt a problémákat, mert ki lehet találni a megoldásokat, ezt hívják techno-optimizmusnak, és egyőre nincsenek meg azok a mérnöki eljárások, amivel meg lehetne ezt oldani. Tök egyszerű példát, oké, szétszedik a mobiltelefonokat, a régi használtakat, de hogyha ez egyik ritka földfémet kiszedik belőle, a többit már nem tudják, mert annyira elvacsolódik. Igen, tehát hogy ez nincsen meg a technológiák. Szóval ezeket a körülményeket én azt hiszem, hogy nagyjából tudjuk, meg mi is erről beszéltünk. Innen indulva. Tehát akkor mit kéne csinálnunk? Szerintem optimista vagy, amikor azt mondod, hogy ezeket mind tudjuk. Azzal egyetértek veled, hogy most már a bőrén tapasztalják az emberek a klímaváltozást. Arra vannak adataink, hogy az már általánosan elfogadott, hogy van klímaváltozás, és hogy azt az emberek okozzák. Szerintem idáig igazad van, hogy ez már így átment ezek a dolgok. Ami nem ment át, az már az, amikor azt mondod, hogy nem szabad növekedni. Tehát, hogy az, hogy a gazdaságnak szabad-e növekedni, nem szabad növekedni, szerintem csak a társadalom töredéke jutott el odáig, hogy ezt a felismerést megtegye. Szerintem most így hasra nem láttam erre kutatást, de 97% máig azt gondolja, hogy növekednie kell a gazdaságnak, sőt alapnak gondolja, hogy lehetne nem növekedni, hiszen akkor mi lesz a szegényekkel, hiszen akkor mi lesz vele, meg egyébként is hogy tudna már nem növekedni egy gazdaság, tehát szerintem itt nagyon optimista vagy, ettől még nagyon messzire vagyunk, tehát szerintem a következő lépés az pontosan ennek a megértetése, és egy kicsit ezért is írtam a könyvet, mert én is türelmetlen voltam, amikor elmentem egy ilyen előadásra, hogy jó, azt már elmondták, hogy a kapitalizmus miért nem működik, meg miért nem fenntartható, de most már beszéljünk arról, hogy akkor mit kéne csinálni, és hát minél többet gondolkodtam, hogy én közgazdász vagyok, tehát nem fizikusként, nem biológusként, nem klímakutatóként, azokat én nyilván átvettem azoktól, akik ezek a tudományokhoz értenek, hanem azt a kérdést föltéve, hogyha ezek az állítások igazak, amit az IPCC mond, meg a biológusok, a fizikusok, akkor mi következik ebből? És hát próbálom bemutatni a könyvbe, hogy az következik, hogyha a gazdaság nő, meg egyébként a népesség, tehát hogy itt két tényezőnk van, az egyik az a világ népessége, a második pedig ugye a GDP-nk, aminek ugye a termeléséhez egy bizonyos mennyiségű energiára van szükség,
az energia termeléséhez, meg hát a jelenlegi körülmények között üvegházhatású gázkibocsátással jár. Tehát azt sem tudják szerintem az emberek, ezen is mindig meglepődnek, ha erről előadást tartok, hogy nincs semmifajta zöld átmenet abban az értelemben, hogy az összes olyan fenntartható energia, amit eddig beállítottunk csatasorba, amiket látunk itt a tájba, szélturbinák, meg a tetőkön, a fotovoltaik, meg azok nem a fosszilisek helyébe jöttek, hanem a fosszilisek tetejébe. Tehát ha globálisan nézzük, akkor az összes ilyen kapacitást azt a egyébként növekvő és nem pedig csökkenő fosszilis energiaforrások tetejébe raktuk, és nem pedig kiváltottuk. Ez is meglepetésként éri az embereket, hogy ebben az értelemben makróban nincs átmenet. Ezzel azt mondod, hogy tulajdonképpen amit most, amiről beszélünk, tehát hogy megjelentek ezek az úgynevezett zöld energia termelő szerkezetek, akkor tulajdonképpen ugyanúgy nő tovább a fosszilis energia felhasználása, tehát nem maradt egy szinten, és annak az plusz energiát nyerik ebből, hanem minden nőtt tovább. Szó szerint ezt mondom. És miért van ez? Azért, mert nagyon ritkán szokták azt megnézni, hogy ez globálisan hogyan történik. Tehát, hogy azzal nyugtatja magát a társadalom. Általában az emberek ritkán gondolkodnak makróba. Tehát, hogy a legtöbb ember számára a mikrokörnyezet. A makró az nem is Magyarország, hanem globálisan a globuszt jelenti? Magyarország is, mert Magyarországon is nőtt egyébként az üvegházhatású gázkibocsátás, de úgy általában a hétköznapi embernek arra van ideje, energiája, hogy amit ő fizikailag lát, azokat érzékeli, látja a tájba a szélturbinát, látja a fotovoltaikat, és azt feltételezi, hogy akkor itt zajlik egy átmenet. És nagyon-nagyon ritkán látjuk azt az adatot makroszinten, hogy ez kiváltja, vagy pedig a tetejébe jön. És az a helyzet, hogy a tetejébe jön. Amikor arról beszélsz, hogy a kapitalizmus nem fenntartható, azért nem fenntartható, mert egy zárt rendszerben, ami a bolygót jelenti, abban nincs végtelen növekedés, tehát még hogyha csak évente 3%-nyival növekedne a világgazdaság, az se tud a végtelenség növekedni, tehát annak valahol valamikor vége kell, hogy legyen, és minden növekedés növeli az üvegház kibocsátású gázokat, tehát és a kapitalizmus az, ami ezt indukálja, tehát a kapitalizmus okozza a folyamatos növekedési kényszert. Van egy Václav Smil nevű cseh-kanadai klímatudós, aki azt mondja, hogy semmilyen rendszer soha nem marad exponenciális. Tehát, hogyha az embereket megkérdezzük arról, hogy ő hogyan érzékeli a saját gazdagodását, vagyonosodását, fizikai értelemben, akkor általában egy lineáris történetet mesél el, tehát egy kicsivel mindig többen lesz. Ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy ez egy exponenciális történet, de azt mondja a Smil, hogy soha semmi nem marad exponenciális, tehát sem a biológiában, ugye mit tudom én, gyerekkorunkban kicsit növünk, aztán tinédzserkorunkban begyorsul a növekedésünk, de senki nem nő örökké. Persze, valamikor van egy plató. Ugyanez mondjuk, mit tudom én, Budapest fejlődése egyszer meglódult a századfordulón, de utána tetőzött. Sőt, másra vissza is megy. Tehát, hogy nincs olyan sem természeti rendszer, sem társadalmi rendszer, ami folyamatos exponencialitásban lenne. És van egy másik ökológiai közgazdász, George Kellisnek hívják, aki meg azt mondja, hogyha azt a növekedési rátát tartaná a világgazdaságtan, amit az elmúlt évtizedekben tartott, ez egy ilyen 3-3,5% körüli éves átlagos növekedés, akkor a század végéig, ennek a századnak a végéig meg 10-szereződne a világgazdaság. Tehát akinek van, hallgatja ezt az adást, és mondjuk van gyereke, ugye ez egy belátható időtáv, tehát nem arról beszélünk, hogy nem tudom, mi lesz majd 1000 év múlva, hanem a saját gyerekeinknek az élettartalma alatt 10-szereződnie kellene a világgazdaságnak, egy olyan világgazdaságnak, amiről már ma tudjuk, hogy több üvegházhatású gáz bocsát ki, több anyagot használ fel, több szemetet termel, több műanyagot termel, stb., mint amit ez a Föld elbírna. És ennek kellene belátható időn belül ezzel a rátával, ugye kamatos kamat számítás, 10-szeresére nőnie. Akkor azt mondják a zöldekre, hogy naívak, hogy olyan világot képzelnek el, ami nem reális. Én el azt szoktam mondani, hogy ha ezt az egy adatot valaki végig gondolja, akkor az a naív, aki azt gondolja, hogy ez a típusú növekedés, ez a rátájú növekedés, ez alatt, az időtáv alatt meg fog történni. Nem fog megtörténni. Valószínűleg megduplázódni sem fog a világgazdaság, nemhogy meg 10-szereződni. Ezt az állítást mire alapoztuk egyébként, hogy nem fog megduplázódni? Hát arra, hogyha ugye a jelenlegi üvegházhatású gázkibocsátás mellett
elértük a másfél Celsius fokot, ugye az ENSZ klímapanelje szerint másfél Celsius foknál visszafordíthatatlan klímafolyamatok vannak, elkezdődik egy összeomlás, stb. Ha ezzel a méretű gazdasággal elértük a másfél Celsius fokot, akkor gondoljunk bele, hogy mi történne, hogyha ezt a világgazdaságot csak megdupláznánk, nem is szóval meg tízszereznénk. Mert hogy az mindenképpen alapállítás, hogy a világgazdaság növekedése az óhatatlanul okozza a kibocsátás növekedését, nem tudunk elképzelni olyan technológiai változást. Igen, ez egy fontos kérdés, fontos lépés. Ami megfordítja ezt a dolgot. Mondok egy képletet, ami elsőre talán egy kicsit bonyolultan fog hangzani, de nem annyira. Ha ki akarjuk számolni a világ összes üvegházhatású gázát, akkor ez négy tényezőből számolható ki. Az első, hogy hányan vagyunk, tehát a világ népessége. A második az egy főre jutó GDP, tehát hogy egy átlagos ember milyen GDP szinten él. Tegyük fel azt a problémát, hogy elképesztően torz az eloszlása, tehát hogy vannak írtó gazdagok, meg nagyon szegények, de most átlagoljuk, és egy átlagos GDP per fő. Ezt meg kell szorozni az egy egységnyi GDP-re eső energiával, tehát hogy mennyi energiával tudunk kihozni egy egységnyi GDP-t, és van egy negyedik utolsó tag, ez pedig az egy egységnyi energiára jutó üvegházhatású gázkibocsátás. Ennek a négy tényezőnek a szorzata kiadja a világgazdaság üvegházhatású gázkibocsátását. Most az első tényező, a népesség, az brutális emelkedésben van. Tehát vannak olyan becslések, ami szerint a föld eltartó képessége az olyan 3-4 milliárd környékén lenne. Például műtrágya nélkül ennyi ember tudna eltartani a föld. Ugye a műtrágya az egyik legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátású technológia, és nem tudunk jelenleg üvegházhatású gázkibocsátás nélkül műtrágyát gyártani. De mondhatnám mondjuk a vasbetont is, tehát ugye ezek a beszélgetések a üvegházhatású gázkibocsátásról mindig oda szoktak torkolni, vagy zsákutcába, hogy elektromos autó, vagy nem elektromos autó, és hogy Elon Musk az egy őrült, vagy egy zseni. Igen, most ki fogjuk ezt hagyni. De hogy valójában olyan technológiákról nem beszélünk, mint a műtrágya, a cementgyártás, az acélgyártás, amelyek, hát ugye olyan urbanizáció vesz körül minket, gondolom, aki Kínára, vagy nem tudom, az élelmiszerünk termelése, az műtrágyával történik világszerte. Tehát, hogy ezeknek a technológiáknak jelenleg nincsen üvegházhatású gáz kibocsátás nélkül nagy volumenben technológiája. Nincsen. És ugye, ha most vagyunk 8,5 milliárdan, és az ENSZ előrejelzései szerint leszünk 10-11 környéken. 12 körül nem fog, tehát 11 mindegy, tehát hogy te ott fog valahogy megnézni. Megjósolni, de valahol tetőzni fog, az ugye mondjuk olyan 3-4-szerese annak, ami a föld eltartó képessége, tehát ez még hosszú időn keresztül növelni fogja az üvegházhatású gázkibocsátást. Ugye a második tényezőnk ez a GDP per fő, ha azt növeljük, akkor ez értelemszerűen növeli az összeget. A harmadik az ugye az energia per GDP, tehát hogy mennyi energiából tudunk egy egységnyi GDP-t megcsinálni. Most ezt lehet csökkenteni, tehát hogy itt lehet hatásfokot javítani, de az sose lesz nulla. Tehát hogy ez egy nem nulla pozitív tényező, hiszen ugye ha nem használsz energiát, akkor nem csinálsz semmit. Tehát energia nélkül nem tudsz semmit csinálni. GDP előállításához, tehát hogy... Hát ahhoz, hogy te eljussz az irodába, hogy gyárak menjenek, az életünk minden területén... Forogjon a ventilátor a számítógépedben, igen. Igen, tehát az életünk minden területén ez kellene. Valamiből lesz. Energia nélkül nem tudsz GDP termelni. És akkor az utolsó tényező, ugye még egy kritikus tényező, ami ugye a mennyi üvegházhatású gáz kibocsátásból tudsz egy egységi energiát előállítani. Most elvileg el lehet képzelni egy olyan rendszert, ahol nincs üvegházhatású gázkibocsátásod, csak az a bajunk, hogy ezt egyelőre nem ismerjük, ezt a rendszer, tehát jelenleg ahhoz, hogy egy egységnyi energiát előállítsunk, hát jelenleg brutálisan sok üvegházhatású gázkibocsátást tudunk csinálni, de ahhoz, hogy mondjuk elkezdődjön a zöld átmenet, és ezt nagyon kevesen értik meg, ahhoz egy brutális üvegházhatású gázkibocsátás löketre van szükségünk, hiszen le kellene gyártani azokat a fenntartható technológiákat, amiről ismétlem jelenleg nem tudjuk, hogy mik ezek, tehát nem tudjuk, hogy a cementgyártás, az acélgyártás, a műtrágya hogyan kiváltható, mert hát le kellene gyártani azt a rengeteg szélturbinát, fotovoltaikot, stb., amelyet ki kellene váltani azt a mennyiségű gázt és olajat, és akkor még ugye olyan problémákba futunk bele, hogy
amit mondtál a körkörös gazdaságról, hogy oké, egyszer legyártasz egy fotovoltaikot, vagy egyszer legyártasz. Ezt mondjuk el, hogy mi ez a fotovoltaik. Nem mindenki, így egy nyolcadik percben is. Napelem, a hétpelem. Csak ugye megkülönböztetjük, amikor vizet melegítesz vele, és arra használod, meg amikor elektromosságot. Hát a napkollektor, meg a napelem, nem? Hát tök jó. Együtt akkor fotovoltaik. Nem, a fotovoltaik az csak az elektromosság termelés. Oké. Bocsánat. Köszönöm. Elnézést, csak én annyira benne vagyok ebben a irodalomban, hogy nekem így rögzik. Persze, semmi van, én mindig úgyis rákérdezek. Oké. Na szóval, hogyha ezt az egészet végiggondoljátok, tehát hogy ezt a négy tényezős egyenletet, abból szerintem nagyon szépen kijön, hogy a gazdaság növelése, tehát mondom, a társadalom növelése, tehát már rég nem abban kéne legyünk, hogy több gyerek legyen, hanem rég abban kéne legyünk, hogy kevesebb gyerek legyen, tehát az emberiség méretét azt ugye radikálisan csökkenteni kéne, csak hát ez ugye egy ilyen nagyon nehezen tematizálható probléma, ismervén a 20. század népirtásait, meg a rémületes példák Kínából, ugye? Igen, hát igen, az társadalmi gondokat okoz. Fejlett nyugat kezdje el mondani Afrikának, hogy ne tessék szaporodni, az egy problematikus dolog. De erre lenne szükség. A második, az ugye a GDP probléma, ott meg olyan szinten ez nincs tematizálva, hogy egyszer emlékszem, mondtam egy diák, mondtam, órán beszéltem erről, és akkor egy diákom mondta, hogy jó, itt órán lehet erről beszélni, de hogy merné a tanár úr médiában erről beszélni. És akkor egyszer úgy voltam vele, hogy voltam egy ilyen tévéműsorban, hogy már olyan szinten van a magyar média, hogy teljesen mindegy. És föltette az újságíró a kérdés, hogy igaz-e az, hogy 3%-kal nő idén a magyar gazdaság. Mert nyilvánvalóan a magyar kontextusban ismerjük, hogy ez arról szól, hogyha visszaigazolom, mint közgazdász, hogy igen, akkor szuper jó a kormány, és ha azt mondom, hogy nem, akkor hazudik a kormány. Na, és én nem ezt mondtam, hanem így fölrém lett ennek a srácnak az arca, aki azt mondta, hogy merném, és jó, nem kéne nőnie a magyar GDP-nek, mert ugye, és ezt látnotok kellett volna, hogy hogy lefagyott ez a stúdió. De az operatőrök is gondolom, mindenki. Igen, de az újságírók is így álltak, és így az újságíró nem tudott további kérdést föltenni, mert ugye ebből következett volna a következő kérdés, hogy most gonosz a kormány, vagy nem. És így a kamerát néztek a kameramenek, hogy ez most hogy fog folytatódni ez a beszélgetés. Totálisan tabú arról beszélni, hogy le kéne állítani a növekedést, és hogyha ezt mondom, hogy sok ember felháborodik, gyűlölet mélt kapsz, hogyha ezt tabusítani, detabusítani. Oké, tehát azt mondjuk, hogy ugye a magyar gazdaság most épp nem nő, tehát hogy ezt, akkor ezt mi hoztuk most az utóbbi időben. Hogy lehetne oda eljutni, hogy mondjuk egy kormány eljusson oda, hogy akkor most nem nőni akarunk. Hanem jobb életet akarunk, vagy jobb közszolgáltatásokat. Van egy szintünk, amiben azt mondjuk, hogy mondjuk szerintünk ez egy viszonylag világszinten egy erős középosztály, inkább főt a felső kétharmad vagy egyharmadba tartozik, szerintem Magyarország, és... De sokan nem értenének veled egyet. Pedig globálisan abszolút globálisan, a fejlett nyugathoz tartozunk. Nem is lakosság arányosan, hanem... És hogy akkor mit történt, hogy akkor el tudná, egyrészt el tudná, fönn tudná maradni egy ilyen fajta rendszer, ahol ezt kimondja egy kormány, hogy ő nem nő, mi akar. Másrészt abban a rendszerben élő emberek, őrekik akkor tulajdonképpen nem szabadna többet akarni, mint ami van, vagy másképp kéne. Ahhoz, hogy ezt egy kormány kimondhassa, ahhoz arra lenne szükség, hogy az őt megválasztó szavazó polgár fejében újra gondolásra kerüljön az a kérdés, hogy ő mit akar az életben. Mert amikor mi ezeket a dolgokat mondjuk, amiről most itt beszélgetünk, akkor tipikusan visszakapjuk azt, tehát hogy szerintem, ha mondjuk itt, nem tudom, Ürge Forzász Dianával beszélgetnétek, vagy Gerencsér Andrással, vagy bárki mással, aki ilyeneket mond, ők is megerősítenék, hogy az első kérdés ilyenkor tipikusan az szokott lenni, hogy na de nem igaz-e az, hogy az ember az inherensen növekedést akar, és hogy ez az emberi természet része a növekedés. És én mindig azt szoktam mondani, hogy kérdezzünk meg pszichológusokat, hiszen van egy olyan tudományág, ami igazából arra hivatott, hogy megmondja, hogy mit akarnak az emberek, és nem azt fogják mondani a pszichológusok, hogy az emberek növekedni akarnak, hanem olyanokat fognak mondani, hogy az emberek biztonságot akarnak, szeretetet akarnak, elismerést akarnak, megbecsülést akarnak. Hát az a biztonság, alapfokon, tehát az a Maszló piramis, hogy először legyen biztonságot, aztán szeressenek, aztán megbecsülés. És a végén kiteljesítjük. Ezt akarják az emberek, nem jó, tehát a wifi-t, igen, bocsánat. Azon a legalján, az a legszélesebb a wifi. Tehát ahhoz, hogy azt egy kormányzat kimondhassa, hogy ő leáll a növekedéssel,
ahhoz az kell, hogy az emberekben, a szavazó polgárokban átértékelődjön, hogy ő valójában mit akar, és akkor el tudnánk kezdeni azt adni nekik, amire valójában szükségük van, ami nem a növekedés, tehát hogy mondjam, nyilván akinek nincsen lakása, mert az utcán alszik, annak növekedni fog a lakásállománya, de egy középosztályban jönnek egy felső, már nem fog dupla, tripla, négyszer annyi lakás, hanem azt megszervezni, tehát szerintem minden tudományágnak van cselekvési tere, a pszichológia terén ez annak a tudatosítása a társadalomban, hogy mit akarnak valójában az emberek. A szociológia terén pedig annak a tudatosítása, hogy milyen irdatlan egyenlőtlenségek vannak, tehát amikor azt mondtam, hogy egy főre jutó GDP, akkor az eltakarta azt, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a pezsgős pohár ábra, ami egy ilyen régi módi Kádár korszakbeli pezsgős poharat tessék elképzelni, ahol a felső jövedelmi tized világszerte felelős a kibocsátás feléért, tehát elviszi a CO2, az üvegházhatású gáz kibocsátás felé. A felső két jövedelmi tized már felelős a kibocsátás kétharmadáért, és az alul lévő, ez ugye a pezsgős pohárnak a szára, ahol fogod, az alul lévő 50%-a az emberiségnek, az mindösszesen a 10%-áért felelős. És ezt az eloszlást, ugye, tehát ezt is tudatosítani kéne, ez a szociológia feladata valószínűleg, hogy ugye ez az átmenet a nem növekedésre, az egy radikális újraelosztásról szól, mert ebből a pezsgős pohárból egy ilyen vizes poharat kellene csinálni, de ahhoz, hogy alul táguljon, az kellene, hogy fölül szűküljön. Tehát, hogy mondjuk egy afrikainak legyen csatorna rendszere, vagy oltása, vagy iskolája, az arra van szükség. Megszervezik a szemétszedés és feldolgozást. Szemétszedést, ez arra van szükség, hogy mondjuk a világ megmentő Elon Musk, az ne repüljön a magángépével Texasból Monakóba megnézni egy foszilis Forma 1-es versenyt, hogy még aznap este visszarepülhessen Amerikába. Mert lehet, hogy ez a típusú fogyasztás, bármennyire is állítólag Elon Musk azon dolgozik, hogy megmentse az emberiséget, de lehet, hogy ez a mennyiségű üvegházhatású gázkibocsátás, ez nem fér bele abba, amit a Föld fenntarthatósága jelent. Akkor, amikor a növekedésről beszélsz, és arról beszéltél, hogy oké, az embereknek azért föl kéne ismerni, és olyan politikusokat kéne megválasztani, akik utána bátran hoznak egy olyan döntést, hogy átállítják a gazdaságot. És arról is beszéltünk, hogy a kapitalizmus okozza ezt, hiszen mindig mindenki növekedni akar, de ugye ha nem növekedésről beszélünk, az nem jelenti azt, hogy a versenyt eltöröljük, az nem jelenti azt, hogy a magántulajdont eltöröljük, hanem a kapitalizmust kéne megváltoztatni. Tehát a kettő, ezek nem ugyanazok a fogalmak. Igen. És erről jó lenne, hogyha ezt egy kicsit erről beszélni, mert ezt mindenki ez nagyon fontos, ugyanannak amit, gondolja. Nagyon fontos, ezt. Amit felvetsz, mert ha odáig el is jutna a társadalom, hogy nem növekedő gazdaságra lenne szükség, akkor a következő logikus kérdés, hogy ez lehet-e kapitalista gazdaság. Hogy nem növekedő gazdaság, tudná-e kapitalista gazdaság lenni. De ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, ahhoz előbb fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi az a kapitalizmus. Mert hogy az is egy ilyen nagyon fura dolog, hogy itt élünk benne, ugye, mint a hal a vízbe, de a hal sem szokta definiálni a vizet, és mi sem szoktunk arról beszélni, hogy mi is a kapitalizmus. Vagy ha beszélünk róla, akkor tipikusan előkerülnek, ugye mi itt a poszt-szovjet szférában rávágjuk, hogy magántulajdon verseny. Igen, meg Széchenyi, hogy tőke. Hogy az, nem, én ezt tanultam, hogy Széchenyi mondta. A szóban a kapitalizmus, szóban a tőke. Tudom, világos. Ugye az volt a nagy vívmánya. Az volt a nagy vívmánya. Hogy a szó, a kapitalizmus az a tőke szóban jön. Igen. Nem annyira meglepő. Nem arra gondolok, hanem az volt a nagy vívmánya Széchenyinek, hogy kell a tőke a nemeseknek annak érdekében, hogy tudjanak versenyben elindulni. De nem ezt fogod hallani, nem tipikusan azt fogod hallani, ha ezt a kérdést fölteszed Kelet-Európában, hogy magántulajdon és verseny. Szemben ugye azzal, ami korábban volt, az állami tulajdon és tervezés. Azért nem definiálja a kapitalizmust a magántulajdon versenypáros, mert ugye a kapitalizmus körülbelül 600 éve van, tehát szerintem már ezt sem értik az emberek nagyon nagy részt, hogy kapitalizmus az egy fázis az emberiség történetében. Nagyon-nagyon meglepően sokan úgy képzelik, hogy kapitalizmus mindig is volt, tehát hogy a kapitalizmus az emberi természettel egyenlő, ez egy irtozatosan nagy sületlenség, de nagyon túl sokan hisznek ebben. Nem, tehát hogy a gazdaságtörténet egyértelműen bemutatja, hogy a kapitalizmus Németalföldön 600 éve. Nem Angliában? Nem. Nem, Németalföld szerintem is a posztó
gyártás, de gyári, hogy gyári környékben. Ennél sokkal fontosabb, hogy ugye a volt-e magántulajdon a kapitalizmus előtt? Volt-e piac a kapitalizmus előtt? Nagyon egyszerű, nem tudjuk, hogy volt. 3 hete voltam az egyiptomi múzeumban, Kairóba. Bemegy az ember, mit lát a festményeken, a reliefeken? Hát ott van a piac, meg ott van a magántulajdon, az emberek viszik a kecskéjüket, meg a nem tudom miket az ókori egyiptomi piacra. De hát az összes ókori civilizációt, hogyha az ember megnézi, Mezopotámia, Görögország, akárhol, ott voltak a magántulajdon. Már az ókorban is volt, nem is szól a középkorban, szóval ez nem definiálja a kapitalizmust, hogy magántulajdon meg piac, mert ezek mindig is voltak. Kapitalizmusnak az a sajátossága, hogy ez egy növekedés orientált rendszer. Tehát, hogy amit szoktak mutatni ezek a hókibot ábrák, hogy sok ezer éven keresztül gyakorlatilag egy ilyen nagyon basic szinten éltek az emberek, megtermelték a kis kajájukat, meg a kis házukat, de nem nőtt az egész. És aztán egyszer valami az ipari forradalommal, kapitalizmussal elindult, ez a hókibotnak ez a ütő vége. Ugye ez, amit Max Weber, egy német szociológus, ugye a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című munkájában vitatott, hogy honnan jön a kapitalizmus, de azt mondja a Weber, hogy a protestánsok, a kálvinisták a jövedelmüket visszaforgatták a vállalkozások növelésébe, mert a predestinációnál biztosak akartak lenni abba, hogy Istennél ő kiválasztotta köré. És ugye, mivel ez egy hivatás volt, calling, berúf, hivatás, tehát hogy ez nem egyszerűen csak a LinkedIn-en találtál egy munkát, hanem ez a jóisten hívott téged arra, hogy ezt csinál. Ezért úgy tudtad bebizonyítani, mondja Max Weber, hogy te Isten választottja vagy, hogy nagyon jól megy a bizniszed. Ehhez meg az kellett, hogy visszaforgass, megcsinálták a részvénytársaságot, tatarata. Tehát, hogy az a kapitalizmusnak a definíció, hogy ez egy növekedés orientált rendszer. De nyilván nem a visszaforgatással van baj, vagy igen? Hát... De a mai modern kapitalizmus, ami itt van körülöttünk, az, annak mi a rákfené, nem a visszafogatás. Tehát, hogyha én nyitok egy ószerest otthon Szentendrén, nem az lesz a gond, hogy én egyébként a kis nyereségemet visszaforgatom, és valamit fejlesztek. Ez vagy egy jó kérdés, mert senki nem tudja, hogy mi az az ószeres, de hogy mondjuk azt hiszik, hogy ószerest mondasz. Okay. Zöldséges. Ezt a szót már senki nem ismeri. Okay, mondjuk mi is egy kávézó. Okay. De legyünk optimisták, azért azt gondolom, hogy a hallgatóink talán ismerik. De nyissunk egy kávét. Mai 20 évesnek fogadás. Az a baj, hogy már a kádárkori pezsgős pohárra is belőtte a célközönségünket. Yeah, nem, azt azért mondtam, mert múltkor voltam egy pezsgő kóstoláson, és akkor elmagyaráztak nekünk, hogy nincs ilyen, hogy pezsgős pohár. Mert van az ilyen pezsgős pohár, meg az ilyen pezsgős pohár podcastben mutogatott. Akkor ez Martinis pohár. Martinis pohár. És teljesen mindegy. És azt mondta a pezsgő szakértő, hogy ezeket mind fotósok találták ki, mert az ilyen hosszú, vékony pezsgős pohárban nagyon szépen lehetett a buborékokat utózni. Tehát a lényeg az, hogy minél nyitottabb legyen a teteje, mert akkor az illatát jobban érzed, de ebből nagyon sok fajta van, de a kádár korszakban tipikusan ilyen, amit Martinis pohárként is ismerhetünk. Háromszög alakú. Háromszög fölül, alul meg egy keskeny nyír, és a tetét még be is cugozták. Ja, fú, tényleg. Mert annyira rossz. Na, nyitok egy kávézót. Nyitsz egy kávézót. Egyrészt honnan jön a kávéd? Már ott kezdődik, na mindegy. Fairtrade, de mindegy. A civet macskából nyilvánvalóan. Hagyjuk vissza azt. Vegyük azt az esetet, hogy mondjuk tényleg ne kávézom, mert akkor ugye el kell mennünk Etiópiába. Legyen egy kocsma, oké? Okay? Egy sima kocsma, megtermeled Magyarországon a alkoholt, és van egy fix vevőkör. Tehát ugyanaz a 20 részeg ott egész nap el van. Nem kell nőnöd. Tehát ez eltartja a pincéreidet, eltartja a tulajdonost, és hát azt a 20 részeget kiszolgálja. És kitermeli az évente azt, amivel amortizálódik. Ez egy nem növekvő rendszer. Aha. Csak ugye az a baj, hogy egy középvállalkozás vagy egy nagyvállalat ezt egyre kevésbé tudja megtenni, mert ha nem nő, akkor megveszik nálánál nagyobb cégek. Tehát ha fölvettél egy hitelt, akkor ugye a hitelt ki kell termelt, ott kamat van, tehát a kamatot ki kell termelt. Ergo nőnöd kell. Igen. Ha részvényből finanszírozod a vállalatodat, ugye a részvény árfolyam emelkedés kell, mert ha nem emelkedik a részvény, akkor máshova fektetnek a befektetők. Ahhoz növekedned kell. Tehát egy középes nagyvállalat, van egy barátom, akinek van egy cége, állateredel cég, és azt mondta, hogy Pogi, leültünk üzlettársaimmal, őszintén beszéltünk arról, hogy mit kéne ahhoz csinálni, hogy mi zöldek legyünk, hogy fenntarthatóak legyünk, és így próbálkoztunk, gondolkodtunk, hogy hát mondom, másképp csomagoljuk a termékünket, hogyan tudunk kevesebb energiát használni, de amikor nagyon őszinték voltunk magunkkal, a
akkor arra jutottunk, hogy csak úgy tudnánk fenntarthatóak lenni, ha nem növekednénk tovább. És mondtam neki, hogy és tudtok ilyet, Bence? Tehát tudtok nem növekedni? Azt mondja, hogy nem tudunk, mert akkor holnap felvásárol minket a kutya eledel multi, amiből van, mit tudom én, kettő a világon, és akkor holnap meg fog minket venni. Tehát, hogy egy bizonyos pont után nem úgy viselkednek a kapitalista cégek, mint a te kocsmád, hogy nem kell növekednie, de hát ugye ez már egyre problematikusabb a kocsmáknál is, meg a kávézóknál is, mert ugye még a Józsi bácsi kávézója működik, az oké, de ha a Starbucks felvásárolja, hogy mondjuk, mint tudom én, most jöttem az egyetem térről, ott volt egy kávézó, felvásárolta a Starbucks. És ugye az már egy multi, és azzal kell versenyezni. Tehát már egy kávézónál is versenyezni. Akkor a multikat kell kizárni, bocsánat? Én ezt akarom kérdezni gyakorlatilag, hogy az egy törvényszerűség, hogy felvásárolja? Tehát nem lehet mondjuk elképzelni olyan zöld politikát, ahol a kormány megpróbál úgy szabályozni, hogy ezek a felvásárlások ne történjenek. Vagy meg. Ez már piactorzító lenne? Ez a GVH-nak a hatásköre, de... De akkor ez megint nem lesz kapitalista gazdaság. Tehát, hogy a kapitalista gazdaságnak az a definíciója, hogy ez nőni akar. Azt keresik, hogy hogyan lehet úgy verseny, hogy nem kapitalista a gazdaság. Tehát de hogyan lesz egy átmenet? Hát, hogy azt keresik, hogy hogyan lehet úgy léteznünk, hogy ezek szerint vagy nem léteznünk. Kapitalizmusban. Egy potenciális... Lehet, hogy hamarosan megtudjuk. Igen, egy potenciális ötletet erre. A könyvemben írok a Václav Smilnek a számításairól, ahol mondjuk elkezd utána számolni annak, hogy mondjuk mennyi energiából lehet előállítani egy kiló kenyeret, egy kiló paradicsomot, egy kiló húst, és ugye nyilván ez arról szól ez a számolás, hogy hát a hús az sokkal energiaintenzívebb, mint a kenyér. És beszélgettem erről Gelencsér Andrással, aki egy fizikus, és nagyon elkötelezett a zöld átállás, vagy hát, hogy ők szkeptikus a zöld átállással kapcsolatban, de nagyon szeretne egy fenntartható társadalmat megtalálni. És ő meg azt mondja, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk ezt használni, mint pénzügyi mérőeszközt. Tehát jelenleg a pénz az azt fejezi ki, hogy te mennyit vagy hajlandó adni valamiért a piacon. De mi lenne, hogyha az energiát kezdenénk el használni ilyen típus? Tehát az egyik funkciója a pénznek az értékmérő. És az értékmérőként, tehát effektíve pénzként mondjuk a zsúlt kezdenénk el használni. Tehát azt mondanám, hogy mondjuk, mit tudom én, ha meg akarok venni valamit, akkor azt a kérdést teszem fel, hogy ennek az előállítása hány zsúlba került, és hogyha mondjuk nekem fizetnem kell ezért nekem szintén zsúlban mérik azt, hogy én mennyit dolgoztam, amivel bizonyos kreditnyi zsúlt. Értitek? Tehát, hogy bizonyos igen. Elméletben értem. Hát sőt, a kibocsátási kreditekkel ezt, hát nyilván nem ez, de ugye ez egy hát, az egy nagyon más rendszer. Igen. Ez nagyon más rendszer, és egyelőre nem is nagyon volt hatása a gazdaságra. Igen. Majd arról is beszélhetünk, de hogy ez konkrétan a dollár, a forint, a mit tudom én, ilyen helyére oda rakná a zsúlt, és akkor te zsúlban kapnál fizetést, tehát azt mondanád, hogy ennyi értéknyi zsúlnyi értéket teremtettél, ebből tudnál gazdálkodni, és akkor gyakorlatilag a gazdasági rendszerbe bele interiorizálnánk, ezt így hívja a közgazdaságtan, azt a problémát. A végességet? Annak a végességét, hogy tehát nagyon sokszor az emberek azt gondolják, hogy amit ők csinálnak, az nem fogyaszt energiát. Mondok egy példát, ugye azt hiszik, hogy ha szolgáltató szektor felé megy el a gazdaságot fizikai termelésből, akkor majd nem lesz üvegházhatású gázkibocsátás, meg nem használunk energiát. De azt nagyon kevésbé értik, hogy amikor te a Facebookot pörgeted, akkor ott a háttérben hatalmas szerverparkok zümmögnek, aminek hatalmas energiaigénye van. Tehát, hogy egyetlen egy bitcoin tranzakció, az mondjuk két mobiltelefonnyi elektromos hulladékot termel, és egyébként üvegházhatású gáz kibocsátása van. Tehát minden tevékenységünk energiafelhasználással jár, csak ebben nem vagyunk tudatában, és hogyha behoznánk az energiát pénzként a tranzakcióinkba, akkor mindig mindenki látná, hogy az, hogy most ezt a podcastet csináljuk, az mennyi zsúl energiát igényel, hiszen ezt a szobát föl kellett fűteni, itt mennek az áram, források, ide el kellett jutnunk valamilyen eszközzel, még ennünk is kell ahhoz, hogy legyen energiánk beszélgetni. Tehát ez itt, mi most energiát fogyasztunk. És akkor ugye beárazódna, de nem dollárban, hanem zsúlban,
hogy értelmes dolog-e ezt a podcastot csinálnunk, mert tudatában lennénk annak, hogy ezzel ennyi és ennyi energiát a végességből elfogyasztunk. Mondjuk azt ki tudnánk akkor számolni, hogy mennyi zsúlt spórolunk meg azzal, hogy osztjuk az igét. És hogy hát, ha akkor nem veszik meg értelmes dolgokról. Illetve, hogy az emberek tudnak annyira tudatosak lenni, hogy egy magasabb célért spórolnak. Ez egy rossz példa volt ez a podcast, mert erről, életünk végéig vitatkozhatnánk, hogy podcastnál értelmes dolog-e, de mondjuk vannak teljesen egyértelmű sztorik, tehát hogyha mondjuk el akarod vinni a gyerekedet iskolába, akkor ezt mondjuk Hollandiában egy tipikus család biciklivel megoldja. Magyarországon, én ahol lakok, ott van egy iskola, ott SUV-val hozzák a gyerekeiket az iskolába. Hogyha ezt a kettőt összehasonlítod, és nem csak azt veszed benne, hogy mennyit fogyaszt az SUV, hanem hogy mennyibe került előállítani ezt az SUV-t, meg mennyibe kerül majd, hogyha földolgozzuk annak a hulladékát, akkor azt szokott találni, hogy egy ilyen brutális különbség van a között, hogy biciklivel vagy SUV-t. És akkor ez ugye ma azért nem látszik, mert nem látod ennek az energiafelhasználását. De hogyha mondjuk az lenne a döntésed, hogy neked energiát kell kiadj azért, hogy, és tök azonnal direktben látszódna, hogy hát itt tudom én, most mondok egy számot, ezerszer annyi energiába került az, hogy a gyerekedet elvidd az iskolába SUV-val, akkor sokkal direktebben látnád, hogy mit az. Azt nem értem, ugye, vagy bocsánat, arra akarok rákérdezni igazából, hogy ebben a rendszerben, amit most felvázoltál, ahol ugye a zsúl mondjuk az értékét meghatározza a dolgoknak, ott az én fizetésem az abból fog összejönni, hogy én mennyi energiát termeltem, valószínűleg nem, hiszen én is mondjuk energiát nem termelsz, hanem fogyasztok. Így van, a munkahelyemen is energiát fogyasztok, hogy lesz ebből fizetés. Mondok valamit, tehát hogy mit tudom én, azt mondják neked, hogy amit te dolgozol, annak annyi az értéke, hogy abból nem tudom, 5 kenyeret vásárolhass. És akkor rögtön megvan, hogy hány zsúl egy kenyér, és akkor rögtön tudjuk, hogy a te munkádat mondjuk most nem tudom, 50 kenyérrel honoráljuk. És ki árazza be, hogy 5 kenyér vagy 6 kenyeret kapjon az Oli? Ma ki árazza be, ma ez egy vita tárgya a közted és a munkáltatót között. Tehát neked kell letárgyalt, hogy te hány zsúlt szeretnél kapni azért a munkáért, és hogyha nem adnak annyi zsúlt, amennyiből neked egyébként tök világos, hogy mennyi zsúlra van szükséged, hiszen el kell, kenyeret kell legyél, el kell vidd a gyerekedet iskolába, azt mondod, hogy én itt ennyi zsúlt nem kapok, akkor én nem itt fogok. Akkor voltak épp nem zsúlban kapnom a fizetésemet, hanem úgy áraznánk be a dolgokat a piacon, hogy azoknak az előállítása mennyibe kerül, de mégis pénzben. Nem. Tehát pont az a lényeg, hogy nem pénzben, hanem zsúlban. Tehát ma is ezt csinálod, ma is tárgyalsz a főnököddel, vagy a munkaadóddal, csak ezt ma dollárban, vagy forintban kapod, és fogalmat sincsen, hogy egyébként az milyen energia igényel jár. Így meg direktben látnád, hogy mondjuk ott lenne az orrod elé lerakva, hogy ez mondjuk hány kenyérnyi ez a pénz, amit kapsz. Meg tudod ma mondani, hogy hány kenyeret tudnál venni? Dehogy tudom, de akkor értem, hogy a rendszernek az lenne a profitja, vagy az eredet, vagy a haszna, hogy én látnám, hogy amikor megveszem ezt a mikrofont, hogy mennyi energiát égettünk el. Tehát ugye, amit az előbb mondtál, hogy ugye ha kávézót nyitsz, akkor azt is bele kéne számolni, hogy így Etiópiából eljut ide a kávé, tehát akkor mindig minden holisztikus lenne. Tehát hogyha azt kérdezem, hogy mennyibe kerül egy atomerőmű, akkor nem csak azt a kérdést kell feltenni, hogy mennyibe kerül előállítani, meg mennyibe kerül az uránium, hanem azt is bele kéne rakni, hogy akkor utólag mit fogunk csinálni az urániummal, meg mit fogunk, hogyan fogjuk szétszedni az atomerőművet. És akkor ha ez zsúba van kifejezve, akkor ez sokkal egyértelműbb, mint hogyha dollárban lenne, mert arról szólnának a viták, hogy mennyi zsúl energiába kerül X dolognak. Na már jó, de ez alapvető problémát... Én akarom tovább fűzni, tehát hogy az eredető probléma mégiscsak az volt, hogy egy közép vagy nagy méretű cég az nem tud nem növekedni. Ez a gondolatkísérlet, amit ez a tudós vagy kutató leírt, és gondolom ez csak egy gondolatkísérlet, például hogy oldja meg azt, hogy ő ne akarja fölvásárolni az én kicsi kocsmámat? Úgy oldja meg, hogy ugye rögtön fölvetett, tehát hogyha ha a dollárban számolod valaminek az értékét, és ugye és akkor visszatérünk egy kicsit a közgazdaságtan területére, tehát ugye a közgazdaságtannak egy alap dilemmája volt, hogy mi teremt értéket. És ugye a főállamú neoklasszikus közgazdaságtan, amit tanítanak egyetemeken, az azt mondja, hogy hát nagyon egyszerű, minden annyit ér, amennyit adnak érte a piacon. De ugye nyilván ez nem mond neked semmit arról, hogy teljes egészében a gazdaság egészét
tekintve, valójában mi az értéke valaminek, mert lehet, hogy mondjuk az energiának egészen más az értéke, mint amennyit éppen adnak érte a piacon. Hiszen itt az elmúlt 2-3 évben láttunk mondjuk 20 dolláros gázárat is, meg 360 dolláros gázárat is, hogy mennyi a gázára. De hogyha ezt nem dollárban árazod be, hanem mondjuk zsúlban, az fix. Akkor az fix, és tök világos, hogy ugye a zsúlban ugyanannyi, és akkor abban kezdesz el gondolkodni, hogy egy lakás felfűtése az hány zsúl, és ennek ugye, mit tudom én, 7-szeresére, 8-szoresére is emelkedhetett a dollár, meg aztán visszajöttek, hogy hirtelen többet fűtünk, mert olcsó, vagy többet megyünk autóval, mert olcsó a benzin, de hogyha mondjuk zsúlban van, akkor ez nem változik. Ugye, mert arról beszélgetünk, hogy milyen az a fajta világ, vagy milyen legyen egy olyan fajta világgazdaság, ami ugyan magántulajdon van benne, verseny van benne, de nem a növekedésre alap. Magyarul cégek akkor ugyanúgy vannak benne, szolgáltatások ugyanúgy vannak benne, állam ugyanúgy van benne, tehát minden ugyanúgy van benne. A nem növekedő gazdaság az nem azt jelenti, hogy ez egy döglött, lefagyott, megmerevedett, nem változó, nem fejlődő valami. Azt szokták mondani a zöldek erre, hogy ez olyan, mint egy erdő, hogy az erdő teljes volumene az nem változik, de az erdőn belül dinamikus élet van, hiszen bizonyos fák nőnek, más fák elhalnak, mit tudom én, változik az erdő belső összetétele, de közben a teljes volumene az erdőnek nem változik. És egyébként ugye a növekedések szerintem az egyik hasznom a mai társadalomban az, hogy a növekedés kényszere a technológiai fejlődésnek a kényszerét is hozza. Vagy én úgy képzelem, hogy hozza. És hát ezáltal... a kapitalizmus nagyon sok mindent kitermelt. Igen, tehát hogy ezáltal van nekünk minél nagyobb felbontású labos tévéink most már, hogy ezt a típusú technológiai fejlődést megállítaná ez a változás, vagy föntartható volna az esetleg tovább? Nagyon sokan azt gondolják, hogy a technológiai változásokat csak a kapitalizmus képes előhozni, ez egy gyakori ér. Hát erre rengeteg ellenér van, tehát ugye a leghíresebb, amit ilyenkor szoktak mondani, hogy aki feltalálta a gyermekpólió elleni oltást, nem emlékszem a nevére, azt megkérdezték, hogy akkor ugye ebből rengeteg pénzt akarsz csinálni, és mondta, hogy szó sincs róla, én ezt ingyenesen szeretném a világ nyilvánossága elé tárni ezt a formulát, mert hogy én ezt nem azért fejlesztettem ki, hogy ebből pénzt csináljak, hanem azért, hogy állítsuk meg a gyermekbénulást. És ezen csodálkoztak. Vagy másik példa, ugye sokat beszélnek a fúziós erőműről, hogy majd milyen jó lesz, ha jön a fúziós erőmű. Az mindig 10 évre vagyunk tőle, ezt tudjuk. Ugye, ha valaki utána olvas, hogy hogyan működik a fúziós erőmű, akkor az a technológia, amire ez épül, ez mind a mai napig egy olyan fánk. Most nem megyek bele, hogy ez micsoda, mert... Egy ilyen mágnes fánk, amit a Szovjetunióban állami kutatóintézetben találta ki, nem kapitalista cég találta ki. Tehát, hogy, és egy régtelen ilyen történetet tudnék mesélni, hogy egyszerűen szó sincs arról, hogy a technológiai fejlődés az csak kapitalista körülmények között tudna történni. Nem is szólva arról, hogy hát ugye az az illúzió, hogy azért fejlesztesz, hogy abból profitod legyen, az ott bukik meg, hogy a fejlesztőmérnököket nem profittal szoktuk honorálni, hanem bérekkel. Tehát aki mondjuk az Aegisnél vagy a Richternél kitalálta azt a fogamzásgátló gyógyszert, amiből megél az a cég 30-40 éve, az egy bérrel finanszírozott vegyész kutató volt a 80-as években. A profitot nem ő viszi haza, hanem azok, akik részvényt vásároltak az Aegisből meg a Richterből, mindig elfelejtem, hogy melyik, de valamelyik van, ami kb. A üzleti modellje nagyobbik része egy darab fogamzás. Komolyan? És 80-as években azt exportálták Oroszországban. Mert ők erősek nőgyógyászati termékek. Lehet, hogy az, bocsánat, hogy nem tudom, és hát azóta is, aki vásárol részvényt, mondjuk Richter részvényt, az nem kutatott semmit, tehát ő nem egy innovátor, aki viszont ezt a formulát kitalálta erre a gyógyszerre, az meg bért kapott. Tehát azért felteszem a kérdést, onnan indulni kell, hogy az a tudós, aki kitalálta a gyermek pénulás ellenszerét, ugye az ingyen nem tudja tenni, hiszen neki is enni kellett, neki is kellettek eszközök, valahogy meg kell teremteni azokat a mondjuk úgy fizikális feltételeket, és akkor csak ilyen egyszerűt mondtam, de hát nyilván ezt sokkal összetettem, technológiát megvásárolni ahhoz, mi szokszok, akkor ahhoz is el kell jutni. Persze, de hát ez nem szükséges profitot termelni. Tehát erőforrásokat,
mozgósítani, tehát még egyszer, még hogy fejlődött a technológia az emberiség? Ezt be akartam hozni, mert a technológiai fejlődés is egy kicsit olyan, mint amit mondtad, ez a hokiütő izé. Tehát egy csomó ideig azért nem nagyon volt technológiai fejlődés, vagy nagyon lassú ez volt. Ez igaz, de a következő történt. Volt két kőkorszaki szaki valahol, és az egyik azt mondta, hogy üssük össze ezt a két követ. Abból lett egy patintott kőszerszám. A másik már, mit tudom én, kitalálta a fémeket, a fémekből csináltak gépeket, a gépekből nem tudom, csináltak nyomdát, eljutottunk a számítógépig. Ma az internet és a számítástechnika világában élünk, de gyakorlatilag bármilyen technológiát nézel, az korábbi technológiákra épül rá, amit gyakorlatilag vissza tudsz követni odáig, hogy a két kőkorszaki szaki elkezdte összepattintani azt a két követ. Tehát minden tudós pontosan tudja, hogy ő óriások vállán áll gyakorlatilag, és hát az innováció az nem a kapitalizmussal kezdődött. Az innováció akkor kezdődött, amikor kitalálták a kőszközöket, a bronzt, a vaskorszak, és tanuljuk iskolából. Hát rengeteg innováció volt. De hát azt azért találták, hogy több legyen. Igen, de mindig valami hajtja az embereket. Vagy a lustaság, ugye ez egy ilyen bombó, de vagy a lustaság hajtja az embereket, vagy a... Nem, leginkább a lustaság hajtja az embereket. Hogy... Hát meg, hogy több legyen. De bocsánat, a több legyen, tehát hogy ugye több legyen addig, ameddig el nem érsz micsodát, biztonságot, szeretetet, megbecsülést. De ezt már egyszer elérték. Tehát amikor megépítette a házát, tudja magát élelmezni, stb. Mondjuk nem hal meg, nem tudom, 30 évesen, ezeket mind elértük. Tehát onnantól fogva viszont, tehát ami a te életedben megtörtént, az valami egészen más. Tehát, hogy mit tudom én, 150 évvel ezelőtt az emberiség volt kevesebb, mint 1 millió, de mondok más példát, egészen más példát. Egyiptom, az előbb említettem. Egyiptomban, ókorban tanuljuk iskolában, az történt, hogy Nílus kiöntött, apály, dagály, ott tudtak földművelni, az eltartott körülbelül, mit tudom én, 1-1,5 millió embert. Jött a technológiai fejlődés, amikor én kisgyerek voltam, jártunk néha Egyiptomban, ott volt 35 millió ember. Ma, most voltam ott 3 héttel ezelőtt, döbbenten látom, 110 millió ember él abban az országban. 110 millió egyiptomi van, és ennek a hatalmas országnak a 6%-án tudnak csak élni, ahol a Nílus meg a Nílus deltája van. Na most ugye az a típusú növekedés, ahol ilyen népességrobbanás van, és ez ugye továbbra is függőleges fölfelé, a GDP növekedése függőleges fölfelé, tehát hogy azt senki nem gondolhatja, hogy ez így működni fog. Tehát akkor is volt innováció, amikor kitalálták ezt az árapályföldművelést, akkor is tökéletesítették a mezőgazdasági szerszámokat, megtermelték maguknak ott a valamit, a kaját, és akkor ott ez egy fönntartható rendszer volt. Egy bizonyos ponton ez a fönntartható rendszer, ez átment egy olyan növekedési kényszerbe, ami pszichológiailag indokolatlan, gazdaságilag fenntarthatatlan, technológiailag pedig klímaváltozáshoz. 3 vagy 4 szinten lehet ez ellen tenni, az egyén is tudna valamit tenni, de szerintem most már mindenkinek elege van abból, hogy azt gondoljuk, hogy az egyéneknek kell változni, mert az egyéneknek a változása az egy nagyon vékony szelet abban, hogy a klímaváltozást hogy tudjuk kezelni. A sokkal nagyobb felelőssége van a cégeknek, sokkal nagyobb felelőssége van az államnak, és magának az egész berendezkedésnek. Ezt a berendezkedést nekem az egy kicsit optimista, csúnyában fogom az illúzió azt mondani, hogy majd elég embert meggyőzünk arról, hogy olyan pártokra szavazzonak, akik majd átállítják a gazdaságot, tehát hogy az így szerintem már nincs időm. Semmi más nem történik. Tehát ugye abban akkor egyetértünk, hogy önmagában individuális szinten nem fogjuk megoldani a klímaváltozást, miközben egyébként a beszélgetéseink 80%-a arról szól, hogy te miért nem szelektíven gyűjtöd a hulladékot, te miért nem biciklizel, te miért nem eszel. Az is fontos, csak ez nem fogja megoldani. Soha az életben nem fogod megoldani. Ha ezen akkor maradhatnak a birkák? Nem kell levágni őket? Én nem azt mondom, hogy ezeket ne csináljuk, tehát nyilván mindannyian, akik az asztal körül ülünk, szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Ez fontos, hogy csináljuk. Nem azt mondom, hogy nem csináljuk. De ez kevés lesz. Tehát, hogy ez még önmagában kevés lesz, mert így is egyre többet termelünk és dobunk ki a világot. A következő, akit előveszel, a cégek. De a cégeknek sem. A cégek nem ezt csinálják. A cégnek jelenleg az a feladata, hogy ő profitot termeljen. Minden ilyen CSR, meg ESG, meg társadalmi felelősségben, ezek
parasztvakítások, ezek szemfényvesztések, mert hogy valójában a cégnek az a feladata, megmondta Milton Friedman, és tök igaza volt, hogy profitot termeljen. Ez az elsődleges célfüggvénye. Minden más csak ehhez képest csak másodlagos tud lenni, és ahogy ugye az előbb beszéltük, ameddig neki növekednie kell, és ahhoz, hogy profitot termeljen, növekednie kell, addig ő nem tud fenntartható lenni. Tehát, hogy a cégtől sem tudod ezt elvárni. Tehát, ha sem az egyéntől, sem a cégtől, akkor csak az van, ami egyébként szerintem a magyaroknak a legkevésbé megy. Tehát én azt vettem észre, hogy ez a alaprákfenéje a magyar gondolkodásnak, hogy bármilyen vitát azonnal lehúzunk az individuum szintjére. Uh-huh. Mondok egy példát. Most éppen szó van arról, hogy szélesítsük az autópályáinkat. Mert ugye gyakorlatilag nem lehet közlekedni az M1-essel, meg egy csomó mindenre, és ugye felmerült, hogy jövő évben el is kezdődik a program, hogy az M1-es autópályát több sávosítjuk. Tehát kettő helyett három sáv lesz az M1-es autópálya. Mai cikk. Igen, nekem ez kimarad, de elsőre is hülyeségnek. Én még a magyar gétnél tartom. Viszont én ebből is, hogy jelenleg közlekedni nem lehet az M1-esre, mert az egyik sáv. Ez igaz. Járjál a hatoszonat. Ezt ő magában nagyon sokat mond. Tehát ugye nyilvánvalóan mindannyian hallottatok arról, hogy Varga Judit kimászott az ablakon. Arról viszont ugye nem, pedig értelmiségi emberek vagytok, hogy szélesítjük az autópályát, ami talán egy kicsit nagyobb probléma, mint hogy Varga Judit. És így jön a média szerepe, hogy mit rak hajtás fölé, és mi az, amivel az embereket próbálja megszólítani. Na most ugye elkezdjük individualizálni azt a kérdést, hogy ugye sokszor hallom azt, hogy azért nő a gazdaság, mert az emberek ezt akarják. Most én azt nem gondolom, hogy az emberek azt szeretnék, hogy ők hatalmas SUV-kkal döngessenek azon az autópályán, ahol a jobb sávban végig kamionok mennek Isztambultól Rotterdamig, a belső sávban pedig ilyen 160-nal száguló SUV villogtasson a hátadba, hogy menjél már onnan, de hova menjél, miközben a jobb sávban kamion van, tehát ez folyik jelenleg az autópályákon. Miközben egyébként lehetne vasúti rendszerünk is, ahol mondjuk felszállsz a Kelenföldi pályaudvaron egy kényelmes vonatra, ott tudsz dolgozni, aludni, mire megérkezel, nem vagy fáradt, nincs az a stressz, hogy neked ott manőverezned kell, sokkal kevésbé veszélyesebb, és még ökológiailag is jobb lenne. Most ez nem egyéni döntés kérdése. Tehát csak az az egyetlen lehetőségünk van, hogy mi, mint kis emberek összefogunk, és olyan rendszereket hozunk létre, amelyek rendszerszerűen, most ez nem megy a magyaroknak. De akkor nekem nincs igazam, mégiscsak ez az egyetlen megoldás, hogy az embereket meg kell győzni, emberek tömegeit, hogy olyan politikai vezetést válasszanak, amely ezt veszi figyelembe. Én azt gondolom, hogy ha demokráciáról beszélünk, akkor ez van. Tehát, hogy a demokrácia úgy működik, hogy a többséghez kell szólj, és bármilyen pessimista véleményed van a többségről, ez a demokrácia alapelve. A másik lehetőséged az egy autoriter rendszer, de egyébként meg ott is az történik. Tehát, hogyha megnézed, hogy egy Kína miért tudott nagyokat lépni előre a zöld kérdésekben, hát például azért, mert Shanghai vezetője egyszer csak azt érzékelte, hogy a városban meg lehet fulladni. Pekingben, Shanghaiban ugye emlékeztek rá, hogy volt az olimpia, akkor az autók felét le kellett állítani, hogy az atléták tudjanak futni az olimpiát. Élhetetlenné váltak ezek a városok. És akkor az ottani egyébként nem választásokon nem számon kérhető politikusok azt mondták, hogy én meg fogok bukni, hogyha nem csinálok valamit, nem fogok bekerülni a kínai kommunista párt hétfős legfelső vezető testületébe, ha nem oldom meg azt a problémát, hogy Shanghaiban jobb levegőt kell csinálni. Mit csináltak? Az összes kétütemű motort kitiltották, Shanghaiban az összes ilyen pizzafutár elektromos motorral jár, az összes autót lecseréltek, építettek egy csomó metrót, és jelenleg nagyon nehezen jutsz benzines autó rendszámhoz Kínában. Tehát sokkal könnyebb elektromos autót. És megtámogatták az elektromos autóipart, és bezártak egy csomó szénbányát, mert kezdetben nagyon szénalapú volt. Tehát még egy autoriter rendszerben is az van, hogy a többség nyomása kényszeríti ki a változást. Nem választásokon, de egyszerűen megverték volna a shanghai pártfőtitkát, ha... És egyébként a villanyautóikhoz való áramot miből állítják elő? Napelemeznek, vagy szénnel? Atomerőmű szén. Az a helyzet, minden van ott is. Az a helyzet, hogy még akkor is léptékekkel fenntarthatóbb az e-autó, hogyha nem fenntartható energiából csinálod az áramot. Köszönjük, hallottátok? Nekem azt ígérte az áram, hogy nem lesz. Igen, nem fogunk ebbe. Megígértük, hogy nem megyünk az áramosan, de ez a helyzet. De
Yes. De nekem van egy problémám ezzel az egészen, miközben én egyetértek veled, és a magam demokratikus gondolkodása ellen érvelek ilyenkor, csak hogy ha visszatekintünk arra, hogy ez az egész probléma halmaz honnan jön, onnan, hogy most már mindenki érzi a bőrén a klímaváltozást. Én azt képzelem, hogy igen, lehet többséget teremteni egy adott ügy mellé, nagyon sok kommunikációs és politikai és mindenféle munkával, tehát meg lehet győzni embereket, hogy a te álláspontodról. De a klímaváltozás az jelenlegi tudásunk szerint úgy működik, hogy már ugye valahol tart, erről beszéltük az előbb, hogy 1,5 fokot, azt úgy néz ki, hogy kb. Elértük ebben az időszakban, és ha most leállítanánk minden további növekedését az üvegházhatású gázoknak, és egyszerűen a rendszer tehetetlensége olyan, hogy még kifut néhány évtizeden keresztül, és a platót csak nem tudom, hol fogja elérni. Többet kell majd üvegházhatású gázkibocsátás, hogy megtermeld azokat a dolgokat, amivel ráadásul, és az emberek még most 1,5 foknál sem érzik azt, hogy a rendszerrel van gond, hanem csak azt érzik, hogy hát jó, hát akkor innentől kezdve így fogunk élni. Tehát, hogy van-e idő ezekre a folyamatokra? 1,5 fokot nem tudtuk tartani, azt szerintem lerakhatjuk az asztalra, mint tényt. Az ENSZ klímapanel szerint ma 3 fok felé tartunk, tehát szerintem ma már teljesen nyugodtan számolhatunk azzal, hogy a reális az a 3 fok. Most már az a kérdés, hogy a 3 fokot tudjuk-e tartani, vagy még ennél is rosszabb lesz. Tehát ez olyan egy kicsit, mint amikor, nem tudom, elkezdesz baromi magasra fölmenni egy hegyre, és már rájöttél, hogy na, aznap este már nem tudsz visszaérni a hegylábához. Ebből nem következik az, hogy akkor most már így elúszott minden, akkor nem tudom, te... Veszed fejszennyire. Mindenk halunk. Mindent össze, extracts, rock'n'roll, mindenki fogyasztott, mindenki járjon eszfújjóan. Nem ez következik, hanem az következik, hogy minél tovább mész fölfelé a hegyre, annál hosszabb lesz az utad lefelé. És hogyha még 3 napig mész fölfelé a hegyre, akkor 3 éjszaka kell a sötétben motorkálnod lefelé. Tehát rontod a helyzetedet, de ebben nem következik az, hogy nem kell megfordulni, hanem azzal kell számolni, hogy közben, hát 1,5 fok, elkezdődtek olyan dolgok, amik egyébként, hát látjuk, hogy történnek. Tehát amikor 2015-ben idejött 1,5 millió menekült az Európai Unióba, abban vastagon benne volt az, hogy egy Szíria méretű ország 4 millióról 22-re nőtt népességben, miközben a mezőgazdaságra művelhető területek aránya zsugorodott Szíriába. Ebből idejött 1,5 millió ember, ami hát majdnem, hogy szétvetette az Európai Uniót. Az egyik politikus azt mondta, hogy húzzunk fel egy drótkerítést, és ez majd kívül tartja őket. A másik politikus meg azt mondta, hogy szükségünk van ezekre az emberekre a munkaerőpiacunkon. A Gallupnak van egy ilyen International Migration Index nevű indexe, ahol azt mondják, hogy 300 millió ember készül arra, hogy elhagyja azt a helyet, ahol már nem tud élni, hiszen megszűnik a mezőgazdaság ezeken a főleg Észak-Afrika, Latin-Amerika, stb. Most képzeljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk 100 milliós nagyságrendben fegyveres tapasztalattal rendelkező fiatal férfiak megjelennek annál a drótkerítésnél, ahol vízágyúkkal próbálják visszaverni őket, vagy megjelennek azon a munkaerőpiacon, ahol hát, tehát hogy ezek teljesen irreális elképzelések voltak. Előbb említettem Egyiptomot, ugye Szíria 22 milliós volt, de mi van, hogyha bezuhan a 110 milliós Egyiptom? Hova mennek onnan az emberek? Hát nyilvánvalóan Európa felé jönnek, nyilvánvalóan a következő lépcsőfok az Görögország. Utána pedig Ausztrália milyen üres ott középen, nem? És milyen élhető hely. Hosszan kell menni arra felé. Hát igen, tehát hogy igazából azzal szerintem ma már reálisan, vagy még egy dolgot mondok, ugye globális beszállítói láncok összeomlása. Ott van ez a Franciaország nevű ország, amit a Fidesz folyamatosan használ, mint példát arra, hogy atomerőművet kell építeni, mert lám-lám Franciaország 80%-át az áramának atommal oldja meg. Honnan volt Franciaországnak eddig uránja? Az afrikai ex-gyarmatairól, Niger, meg Mali, meg ilyen helyek, most kidobták őket, mert hogy olyan szinten élhetetlenül, eddig is az volt, hogy polgárháború volt ezekben az országokban, de az ideg, francia idegen légió azt a kis részt biztosította, ahonnan az uránt hozták. Na most ez a polgárháború, ez most már sokkal nagyobbá vált, most már kidobták onnan a franciákat. Nekik nincs saját uránuk. Honnan hozzák most az uránt? Kazaksztánból, meg ilyen helyekről. Hát az se sokkal biztonságosabb. Hát a következő problémára az lesz, hogyha egy Kazaksztánban 2 évvel ezelőtt egy
forradalom volt, amit az oroszok vertek le. Azelőtt, mielőtt megtámadták volna Ukrajnát, igen, 2021. Ilyen országokból tudsz beszerezni uránt. Na most, hogyha mondjuk az az elképzelése valakinek, hogy mondjuk atomenergiából akarod megoldani a Földnek az energiáit, akkor energiállátását, akkor azzal fog szembe kerülni, hogy hát egyrészt hogyan fogod megoldani Nigériának, meg Nizsernek az atomenergia problémáit, hogy ott atomerőműveket szeretnél építeni, ahol polgárháború van, és a világ legnagyobb országa Nigéria lesz az évszázad közepére. Másrészt meg hogyan tudod idehozni? Tehát, hogy a kobaltnak a 80%-a, jól emlékszem, az a Közép-Afrikai Köztársaságban van. És a feldolgozásnak a hasonló aránya Kínában. Mi a terv arra, hogy te itt növekedni akarsz, és ezeket a dolgokat be akarod szerezni? Ezek a belátható időn belül, ezek a beszállítói láncok össze fognak omlani. Ezért mondom, hogy nem fog megduplázódni a világgazdaság, és főleg nem megtízszereződni, hanem előtte összeomlás lesz. És minél jobban érzed ezt, annál inkább az emberekben meg fog születni az az igény, hogy erről a dologról beszélni kell. Tehát amikor Lányi András 2001-ben hozzá láncolta magát egy fához, akkor egy ország azt gondolta, hogy ez a pasi bolond. Eltelt 20 év, és ma minden egyes fa kivágásánál felsziszennek az emberek. Tehát szerintem egy tudatosodási folyamat történik. De van ennyiszer 20 évünk? Én azt nem tudom, válaszolni. Ilyen nekünk erről már nincs. Az, igen. Válaszolni, hogy minél inkább látod a sajtóban, a saját életedben, tehát mit tudom, én elmész Lajos Mizsére, és én mondom, én gyerekkoromban egy sivatagi országban nőttem fel, tudom mi az a sivatag, Lajos Mizsén sivatag van. Tehát, igen, Dunát leszek közül. Múltkor mentem Szegedtől fölfelé, kisúton, nem az autópályán, és az ottani 5.-6. faluban, csak láttam, hogy itt egy banán. Ott is egy banán. Ott is egy. Az egész falu tele volt banánnal. Igen, most már megnő. Kint az út mentén, meg benne a portákon belül, egy komplett magyar falu tele van ültetve banánnal. Tehát, hogy mikor ezeket látod, akkor egyre tudatosabb vagy. Azt akarom megkérdezni tőled, hogy én mindig ilyen pragmatikus figura vagyok, és mindig megpróbálom megkeresni, hogy melyik az a legkönnyebben megoldható probléma, amiben lehetne kezdeni. Low-hanging fruitokat keresni, igen. És hogy nagyon sokat emlegetjük ebben a beszélgetésben, hogy túl vagyunk népesedben, nagyon sok embert kell eltartani, ez mennyi üvegház kibocsátással jár, már ugye ennek a rengeteg embernek az élelmezése akár. És ugye azt meg közben nagyon nem látom, hogy azzal foglalkoznánk bármilyen szinten, hogy emberek, ne szüljetek már annyi gyereket, hogy ez vajon miért van így, és hogy miért nem változtatunk ezen? Leginkább azt hiszem azért, mert ezt a témát tabusította a 20. század. Tehát az, hogy ugye volt az eugenika, meg a népirtások, meg ilyenek, és akkor ugye ez nagyon nehéz úgy megfogalmazni ezt a problémát, hogy ebből ne az legyen, hogy a fejlett országok fehér emberei meg akarják mondani a fejletlenebb ex-gyarmatok fekete embereinek, hogy ne legyen sok. Tehát ennek van egy ilyen nagyon rossz mellékzöngéje. De egyébként vannak példák arra, hogy ezt jól megoldották. Van egy nagyon érdekes könyv, az a címe, hogy India észak és dél, egy indiai szociológus írta, és kiderül belőle, hogy mondjuk India ugyanúgy 27 államból áll, mint az Európai Unió, és a déli ország, ott a déli államok a gazdagabbak, és az északiak a szegényebbek. És a déli államaiban Indiának lement a termékenységi mutató 2 környékére. Gyakorlatilag nem nő tovább. Az északi államokban továbbra is 5 körül van. Mit csináltak? És ott nem a kínai modell, tehát nem erőszakkal csináltak, hanem a lányoknak az iskolázása volt a kulcsfeladat. Tehát, hogy ott gyakorlatilag déli államok Karnataka, Tamil Nadu, ilyenekről beszélünk. Majdnem, hogy minden lány végig megy az iskolán. Kapnak kaját, ami az Indiában még mindig probléma, hogy az iskolában, ha kapsz kaját, otthon nem biztos, hogy lenne, kapnak biztonságot, tehát így Indiában ugye a szexuális erőszak az egy komoly probléma. Ami döbbenetes, de még mindig. Még nagyon mindig nagy arányban, tehát ha bemegy az iskolába, ott nem erőszakolnak meg, és ugye a menstruáció a harmadik, tehát hogy nagyon sok lány akkor maradt kinn, amikor elkezdett menstruálni, és az iskolába kapnak tampont, meg ilyen menstruációs eszközöket. Ez nem egy nagy pénz, tehát így, most ez soknak hangzik, de hogy naponta egy kaját adj nekik, meg nem tudom, fenntarts egy iskolát, meg nem tampont kapjanak, ez nem egy akkora összeg. Hozzáteszem, nálunk fejlettebb országokban ezeknek az áfa tartalma az nulla, hát nálunk ez sajnos nem sikerült elérni, és a menstruációs szegénység az Magyarországon is egy létező fogalom. Egyébként zárójában, nem csak Indiában, nyilván ott sokkal nagyobb probléma, de... És ezzel a nagyon
relatíve kevés összeggel, ezzel bent tudták tartani a lányokat az iskolába, elvégzi az iskolát, lesz saját munkája, kontrollálja magát a szexualitását, tehát hogy nem a férfi mondja meg neki, hogy hány gyereke legyen mikor, mert van saját bevételi forrása, és lejjebb jött a befejezett terhesség. Északon, Gujarat, Rajasthan, ilyen szegényebb államokról beszélnek, ott továbbra is 5, és 30%-a lányoknak tud írni, olvasni. Okay. By the way, erre nekem tud valaki válaszolni, hogyha egyébként meg akarnánk akadályozni, hogy ennyi gyerek szülessen, akkor például a fogamzásgátló tablettákat miért nem adja az állam a rászorulóknak, vagy a valamilyen modell szerint ingyen? Mert ugye ezek baromi nagy gyerekek. Nem ezért nem, a sok gyerekek. Tudom, csak hogy ez én ezzel már nagyon régóta gondolkozom. Ez egy mítosz, az egy mítosz. Mi egyszer elmentünk Kelet-Magyarországra, és ilyen nagyon szegény falvakat kutattunk, és ott beszélgettünk ilyen nagyon sok gyerekes családdal. Tételesen nem is roma családdal, de ez most teljesen mindegy, hogy roma vagy nem roma családdal. Csak hogy nehogy véletlenül valakiben azonnal föl se jöjjön egy ilyen. A sztereotípia. Kolombárgás. Nem erről az. És akkor megkérdeztük, hogy hát drága fogamzásgátló? Tehát, hogy azért van ilyen sok gyerek, mert nem tudjátok megengedni. Mert, nem ez a baj. Nem is baj, hanem akkor mondták, hogy miért van ilyen sok gyerek? Azt mondták, hogy azért, mert olyan szegénységben élünk, hogy ez az egyetlen öröm az életünkben. Tehát nem az volt, hogy nem tudom, utódok kellene, hogy eltartsanak minket, meg vannak ilyen... Vagy a segély, igen, hogy a segély miatt szóval. Nem, az a lényege a dolognak, hogy... És képzeld el azt a helyzetet, hogy munkád nincs, a falu sivár, semmi szórakozási lehetőség nincsen, semmi örömöd nincsen, de mindig legyen ott egy pici gyerek, aki mosolyog rád, akivel lehet babusgatni, és akkor egyszerűen az az öröme az életben. És amikor ugye középosztályosodik valaki, tehát mondjuk elvégzi a lány az iskolát, van saját bevétele, akkor alternatív örömök jelennek meg, nem tudom, lehet egy szép háza, azt gondozhatja, utazgathat, ez a stb. Akkor már egyszerűen az a megfigyelés a demográfiában, hogy mindig visszaesik a termékenység, hogyha egy bizonyos középosztályi szintet elérnek az emberek. Az előbb ugye mondtad, hogy ez az állandó növekedés, egyik talán mondtad, hogy ez egyszer csak meg összeomlik. Az összeomlás, és akkor most egy földszint, tehát globális szinten beszél, az összeomlás az háborút jelent? Az összeomlás az káoszt jelent? Abszolút. Mert ugye annak idején, és én szerintem én majdnem a legöregebb szobában, ugye mi azt mondtuk, hogy a háború azért tört ki a kapitalizmus alatt, mert hogy akkor elkezdődhetett újra a termelés a háború után, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, segítette a körforgást, vagy... Volt ilyen, ilyen magyarázat? Könyveket is írnak egyébként, hogy a fontosságot meg a háború nagyon átrendezi. Igen, tehát hogy így, tehát hogy az összeomlás akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Föld a káosz. Nézd meg azt, hogy mi történt a Közel-Keleten az elmúlt 30-40 évben. Polgárháború volt és van Szíriában, Libanonban, Jemenben, Líbiában, Algériában, Szomáliában. A husziknál ott... Az Jemen? Ja, az Jemen. Az Jemen, igen. Tehát, hogy volt iraki háború. Irakban. Irak-Irán. Afganisztánban. Egyébként nagyon hasonló közeli helyzet van, ugye Iránban. Örményország. Az már kicsit távol. Kicsit távol, de ott van Gáza. Közel-keleti térséget nézett. Most ugye, mi tud történni Egyiptomban? Tehát én úgy jöttem onnan vissza, hogy én nem nagyon tudok mást elképzelni, mint hogyha ugye 110 millióan vannak egy olyan kis térségre, megy fölfelé, továbbra is meredeken, függőlegesen a népesedés. A szuezi csatornából már nincsen bevételük, mert a huthik ugye, miatt nem. A Izrael nem ad nekik gázt, mert ugye egy nagy része az egyiptomi gázimportnak azon egy Tamar nevű olajmezőből jött, ami Gázával szemben van, ez most el van zárva, tehát gázhoz se nagyon jutnak. Minél inkább fokozódik a helyzet, egyre kevesebb turistájuk lesz, tehát turizmus az egy nagy bevételi szektor. Éppen le kellett értékelni az egyiptomi fontot, 30 volt a hivatalos árfolyam a dollárhoz képest, a fekete piaci árfolyam a 60 volt, egy ideig lehetett tartani, leértékelték, most 53-on áll a... Tehát gyakorlatilag megduplázódik minden importnak a költsége. Az egyiptomi kormány 10 milliók számára dotálja az alapvető élelmiszereket, tehát olyan nyomorban élő emberek vannak, akik csak abból tudnak élni, hogy az állam ad nekik pénzt, hogy bármit is egyenek. Mi jön ki ebből? Tehát, hogy, és akkor átjön a 2 millió gázai menekült, mi fog itt történni? Tehát én nem nagyon tudok mást
jövőt elképzelni, mint hogy Egyiptomban, és ez egy olyan ország, ami még így tartja magát, tehát hogy a környező országokhoz képest ez egy, még egy ilyen szó-szó, de nem működnek a jelzőlámpák, oké, de van forgalom, béke van, stb. Tehát ennél csak sokkal rosszabb lehet, és én nem látok olyan folyamatokat, amik a jó irányba mennének, itt minden csak a romlás, szerintem időkérdése, hogy elpattannak ezek az országok. Ahogy Szíria elpattan, Damaszkusz, én voltam gyerekkoromban Damaszkuszban, ez egy Libanon is, középosztálybeli, fejlett, közepesen fejlett országok voltak. És visszamentek, mit tudom én, 500 évet az időben, hogy azzal, hogy kitörött egy háború. Hogyan tud ez meg? És akkor innentől az emberek meg persze megjelennek Európában, és akkor az európaiak meg csodálkoznak, hogy miért jönnek ide ezek az emberek. Azért jönnek ide, mert ezekben az országokban nem lehet élni. Tehát ez nem döntés kérdése, ott nem tudsz élni. Igen, Digi itt nekem mutatja az órát. Maradt-e bennünk? Lehet ebből egy pozitívat kitekerni a végre, nem? De szerintem nem is kell egyébként. Tehát nekem is már az a tapasztalatom, tartok egy csomó előadást ilyen fenntarthatósági kérdésekre, és hasonló helyekre szoktunk elérni, és mindig valaki felteszi a kezét, hogy most már mondjon valami pozitív feloldozás. És azt gondolom, hogy nincs feloldozás. Nem kell feloldozást adni. Érezzék át az emberek a súlyát annak, hogy itt tartunk. Igen, csak annak a terét rárakott az emberre, aki önmagában nem tud fellépni. De arról beszéltünk, hogy meg kéne győznünk sok embert, hogy jó helyre szavazunk. Itt kell arról beszélgetni, hogy akkor... Nekem ez 13 éve nem sikerült, hogy meggyőzi embereket, hogy ez is egy módszer arra, hogy megváltoztassuk a szavazói akaratot, vagy igen. Na, itt kell arról beszélgetni, hogy megduplázzuk-e az autópályáinkat, vagy nem. Tehát hagyjuk már abba azt, hogy most Varga Judit kimászik az ablakon. Az az alapvető kérdésünk, hogy legyen-e háromsávos az M1-es autópálya. Ez az igazi kérdésünk. Hát én laikus vagyok, de hát nekem tök egyértelmű, hogy nem. De tehát ide egy biciklibe jöttél, ezt azért tegyük ki a hallgatók számára. Jó. Egy kemény csávó. Oké. Podcast ajánlóba csapunk át akkor. Hirtelen. Mert mondjuk el, hogy elfelejtettünk refutálás. Igen, ezen az alkalommal most nem lesz refutálás. Te ugyan rengeteg podcastnak szoktál vendége lenni, de magadtól hallgatsz-e podcastot, és ha igen, van-e olyan, amit szívesen ajánlál a mi hallgatóinknak? Én csinálok is podcastet. Azt ezt tudjuk. Nem csak hallgatok. De hogyha mondjuk ajánlani kell valamit, és a szabad külföldit ajánlani, és lehet kettőt, szerintem nagyon, ha valakit érdekel a történelem, és azon belül is a birodalmaknak a története. Én nagyon szeretem az Empire nevű podcastet, ami gyakorlatilag a birodalmak történetén keresztül mutatja be. Itt van brit birodalom, mugál birodalom, orosz birodalom, egy William Dalrymple nevű skót történész, döbbenetesen jó történész, és az végigveszik most éppen az iráni perzsa birodalmat vették, és bemutatják, hogy hogyan működnek a birodalmak. Írtózatosan érdekes, és nagyon sok tanulsága a mai világra. Ha meg valaki Kína iránt érdeklődik, ott pedig a Sinica nevű podcast, tehát Sinica nevű podcast, ezt egy Kaiser Guo nevű kínai-amerikai csinálja. Mindenkettő angol nyelvű, de érdemes őket hallgatni, mert én nekem eddig ez a legjobb ilyen forrásom Kínával kapcsolatban, hogy a Sinica podcast. Történelem csimpánzisten már ajánlottuk. Én nem mertem ajánlani. Az Áron nagyon sok podcastot hallgat. Te belehallgattál ebbe a csimpánzosba? Belehallgattam ebbe a csimpánzosba, és szerintem te hallgassatok be, nézzétek meg, hogy ez bejön-e, vagy nem jön be. Egyébként, hogy Oroszország geopolitikája, tehát Szovjetunió, Egyiptom, történelem, érdemes. Tényleg, hallgass bele, és vagy utálod, vagy nem utálod. Tehát, hogy ez ilyen szubjekt. Én nézek a fiúkra, de úgy látom, hogy nem fogják a telefonjukat, tehát nem ajánlanak. És képzeljétek el, még mindig nincsen tyúkos podcast, úgyhogy most már meg kell csinálni. Tényleg meg kell csinálni. A maromfi tartók, azok hol hallgatnak ilyet? Ugye? Komolyan. Ki gondol a maromfi tartók? Én nagyon szeretnék ajánlani egyet, de mivel az én telefonom is mikrofonként szolgál, nem tudom megnézni, meg jól kapcsolva. De meg fogom kérni az Áront, hogy tegye be a sonodba. Én átszoktam az utóbbi időben a YouTube-ra, az Apple Podcast alkalmazása helyett, és ott találtam egy podcastot, aminek 4 adása van fönn eddig, de nemrég kezdték el, és az első adás a taoizmusról szólt,
a második a buddhizmusról szólt, és most kijött egy harmadik, vagy van még fönn kettő, ezt nem hallgattam meg, de egy ilyen egy-másfél órában egy ilyen igazán nem mély, de mindenki által viszonylag követhető összefoglalót ad ezekre a varázsról. Az az igazság, hogy nekem nagyon nagy hiányosságom, hogy ezeket a keleti vallásoknak a legalább egy ilyen áttekintését, mert ugye megpróbáltam buddhista könyveket olvasni, csak 400 oldal kimondhatatlan nevű szereplők oldalakon keresztül új és új, és minden oldalon három új kimondhatatlan nevű szereplő jelenik meg, tehát hogy meg kell mondjam, feladtam őket, ezt viszont egész jól végighallgattam. Én hoztam három podcastot. Az egyik a Neked ugatok. Nem tudom, hogy megvan-e valakinek könyvben. Tükörmódszer nevű kutyaiskola, kutyaszerző, vagy nem is tudom, kutyatrénernek. Most már van podcastja is. És én akkor szerettem bele, amikor a Border Collie-kat végigbeszélték másfélben, nekünk Border Collie-nk van, és iszonyú jókat mondott. Szóval aki egyébként kutyás, tehát kutyás van. Neked ugatok, szerintem a tyúkosra is lenne igény. Csináljunk egy tyúkos podcast. De te miért akarsz a részt venni? A baromfiakban van, hogy kézzétek el, mondjuk lenne ilyen, hogy tápteszt, és akkor hogy jobban tojnak-e a lányok, vagy nem? A lányok? Így kell mondani, hogy a lányok? Én úgy hívom őket, hogy a lányok. Igen, vagy hogy egy csofú, úristen, össze tudnék írni, nem tudom hány évadot. Szerintem, figyelj, minket megvettél már, én ajánlani fogom majd a podcastunkba. Kérlek szépen, hogyha meg lesz. Oké. Aztán hoztam még, ez azoknak, aki esetleg érdeklődik, én meghallgattam egy adásokat, bevallom, nem hallgattam meg többet, de tudjatok róla, vagy hát ha érdekel valakit, van az Endometriózis Magyarországnak podcastja, aki kifejezetten csak ezzel a témával foglalkozik, sok-sok adáson vannak már túl, szóval, és ez egyébként egy tök fontos téma, mert eléggé tabosított téma ez a bizonyos endometriózis. Az micsoda? Olyan neked nincs. Olyan neked nincs, nem lehet, nekem se lehet. Az egy elég speciális női betegség. Azt hiszem, hogy a... Mondtam, nagyon fájdalmas menstruáció. Nagyon fájdalmas menstruáció, és a méhnek, és ennek a különféle rosszul működéséből fakad, és rendszeresen félrekezelik, ez egy tabusított téma, az orvosok nem foglalkoznak ezzel, szóval borzalmas az egész. Hát akinek ilyenje van, az pokoli éveket kap, vagy évtizedeket is kap. A harmadik meg az a neve, hogy ABC, és ez nagyon érdekes. Ketten beszélgetnek, ajánlottam már a Gombapresszót egy korábbi podcastban, akiket vagy nagyon szereti őket az ember, vagy nagyon utálja. Én néha szeretem, néha nem. De mindegy, az egyikük, meg a Káposztalepke, az egy másik podcaster, egy fiatal csaj. Ők ketten vesznek egy betűt, az A, utána az A, utána B, utána C betűt, összeírnak maguknak 10 szót azzal a betűvel kezdődően, és ezekről beszélgetnek egymással. Kötetlen, kedves, vicces, éppen a C betűnél tartanak talán. Tehát ez egy te nagyon... Te mi azt mondom, hogy cica, és akkor beszélgetek 10 percet a cica, mondanakon. Cetli, cunc, nem tudom, tehát volt 6-8 szó, és egymásnak adogatják a labdát, poénkodnak, földobják. Aki a gombapresszót szereti, vagy a Káposztalepke név mond valamit, az próbálja ki ezt új posztjukat. Ez egy ilyen... Igen. Kezdem úgy érezni. Negyed tenyérnyű kis sárgás, fehér. Igen, egy kicsit olyan... Ugyan Eddie-be belecsúszunk. Igen, egy kicsit olyanok ők, mert hogy tényleg ezek, ugye ők csinálják a csúnya rossz majmot is, meg szóval, hogy egy csomó ilyen podcastban benne vannak ezek így páran, és nagyon érdekes figurák. Én ezt a hármat hoztam. Köszönjük Zoltánnak. Zoltán, Zoli? Pogi. Ezen tanakodtunk, hogy hívjunk-e téged Poginak, mert hát érted, mi nem találkoztunk vele, tehát nem fogják, Pogácsa úr. Hát, igen, mindenki 5 perc alatt annak is, sőt, amikor egyszer gyerekkoromban bementem az anyámhoz a munkahelyére, akkor mondjuk munkatársa végigüvöltötte a folyosdát. Pogi néni, itt a fiat! Pogi néni! Nekünk volt egy szomszédunk, akit Szőrös bácsinak hívtak, ez Szőri, így hívta az egész falu, ami ugye a város jelenti, és a feleségét Szőrös néninek hívtuk. Szerintem ez teljesen rendben van. Köszönjük szépen, Pogi, hogy eljöttél velünk, és beszélgethettünk veled erről. Tudjátok, kérdezzetek tőlünk, vagy írjatok, meg lájkoljatok, vagy mit tudom, mit nyomjátok meg. Amit ilyenkor kell csinálni. Minden ezeket csináljátok. Köszönjük, ha velünk voltatok, és hát találkozunk áprilisban. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
horses are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. In the name of killing, in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you do what they told you. And 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 now you do what they told you. Do what they told ya. Do now you do what they told ya.